Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig a Fülelő Awards 2022. 2022? Elnézést! Szergény! Igen! Gyertsiszlöm! Hagyományainkhoz méltóan, amíg Jan megebédel, addig én fogok itt prezentálni a listáim közül egyet. Méghozzá a top 15 külföldi talomat az évben, igen. De azért hozzátenném, nem azért, mert paraszt vagyok, hanem azért, mert éhesek vagyunk, és majd utána, amíg én pofázok, ő eszik. Tehát, igen. Jó étvágyat, és parancsolj. Igen. Van plusz egy. Ne lepődjön meg senki, egyfelől jó étvágyat. Uh-huh. Másfelől ne lepődjön meg senki, azon van plusz egy. Tehát nagyon remélem, hogy jövőre ezt a dalt, vagy akár egy másikat úgy tudok majd fölrakni, hogy kim van a lemezés annak függvényében. De egyelőre mindenképp akartam egy Godsmack dalt, ha már a koncertről lemaradtam a torok per mandula gyulladásom miatt, és ez a Surrender lett, ami hát nem tudom eldönteni igazából, hogy fölére a Legends Rise lemezhez, vagy fölkerülhetett volna el a minősége alapján, afelé hajlok most, hogy igen. Hm. Úgyhogy ott van. Ennyi. E plusz egyet tudjuk le ilyen tök gyorsan. 15. hely. Ez érdekes volt, mindenképpen szerettem volna valami Lembovgadot. Nem tudom, hogy miért egyébként, de az is nyilvánvaló volt, hogy ez csak a September Song lehet. Mert lényegében ez az egyetlen olyan dal a lemezen, ami kinézett valahogy. Aminek volt önálló karaktere. És nem mellesleg egy akkora refrén, hogy megrokkanzt. Tehát mindenképpen ez, ha már a Pásztor István a hónapokkal izél, akkor itt a Lamb of God is a hónapokkal izél, illetve hát csak egy hónappal, de főleg meg ugye szeptemberben születtem, tehát hogy nekem szeptemberben van a születésnapom, úgyhogy különösen kedves ez a dal címe miatt számomra. Úgyhogy 15. helyen egy Lamb of God nótával nyitjuk meg a listát, és aztán folytatjuk a 14. helyen egy Megadeth-tel, tehát hogy... Na, ez meglepő. Ez meglepő, följebb esélye nem volt kúszni, de a kevés jó nóta egyikeként mindenképp meg akartam emlékezni a Dogs of Chernobyl-ról, mert három sablonos metal gyalú után, egyéniség meg ötlet nélküli metal gyalú után, ez a 6 perces dal annyira kibebaszottul kurvára jól esett a lelkemnek, mikor hallgattam a lemezt, hogy jé, dallam, jé, egy jó refrén, jé, ötletek, tudsz ilyet is, Mustáros Dávid, bazd meg. De Mustin, a Megadeth. Ezt mind, sose adjuk ki ezt a Superdod idézetet, aki nem nézett még Superdodot nézzen, mert kurva jó. Szóval, volt, akik azt mondták a Lux Eterna dal kijövetelekor, és nem raktam fel Lux Eterna. Uh-huh. Ez talán meglepő. Aha. Majd a futottak még kategórián benne lesz. És nem fog mindent felrakni az Metallica. Tehát, hogy volt nála jobb, akkor nem. Értem. Viszont itt jegyezném meg, hogy bár nem került fel listára a Lux Eterna, azért főhúztam a szemöldökön, finoman fogalmazva, azokon a hangokon, melyek szerint hát itt Megadeth simázza azért Metallica. Nagyon régóta nem, de engedjük el, tehát ízlésbeli kérdéseken nem fogunk vitatkozni, ugyebár nagyon nagy baj van akkor, hogyha valaki szemébe egy ilyen jó tempón meg közepes riffekkel végig küldött egyen lemez bármit is megvan. Tehát akkor ott én azt gondolom, hogy nem igazán van minden rendben, de engedjük el. Megyünk tovább a 13. helyre. Nem lett. Ja, igen. Nyilvánvaló, hogy nem lett, de nem tudta megfejelni a Northlane az Alien-nél. Ez
napnál világosabb volt, ez még ki se kellett jönni a lemeznek, már megmondtuk, de a Bloodline után sikerült egy újabb gigaslágért írni erre. Én a mindent vívő szerzeményt ezen a lemezen a Carbonized dalban találtam meg, mert az a refrén az átvisz a falon. És itt igazából az nézett ki az igazi dalnak. Uh-huh. Ezen a lemezen is. Meg még az Inamorata, de az más liga, mint ez. Tehát ez, uh-huh. A Carbonized dal nem hiába lett klipben, nálam az egész lemez fölött van. Uh-huh. Aztán jön a 12. hely, itt egész biztos vagyok abban, hogy nálad is elő fog kerülni az Eskimo Cowboy. Miből gondolod? Ezen a listán, én nem tudom. Csak úgy tippelek, egy megérzés, tudod. Tehát, igen. És egész biztos, hogy nem lesz átfedés. Mert hogy ugye mindenki azt mondja, hogy a techno lemeznek a közepe az ilyen meh, nekem meg pont azok a dalok, amik nem ilyen izé pampit, meg nem mondjuk az pontján. Nem Hurricane, jó, hogy de hadd fejezzem be, tehát nem úgy, mint a pampit, tehát nem egy ilyen humorkodós nóta, vagy egy Hurricane, vagy egy más poénkodós nóták, hanem a lemez közepén ott vannak komoly gondolatok is. A komoly, felnőttes gondolatok, dallamok, egy Mind Reader, egy Arrow of Love, mindenki azt mondja, hogy lemeznek ez a gyenge pontja, én meg pont ezt a két dalt szeretem a legjobban, tehát ebből is világosan levehető, hogy nekem egy elég furcsa, elég ferdült ízlésem van, vagy kifordult mondjuk inkább úgy, a Mind Reader dalt választottam és az került ide, végre megklippesítették, kapott egy ilyen jó semmilyen image klippet. Igen, ez a mi a faszom történik. Igen, tehát amire csak két énekes írt fel a zenekarból, sajnos, de hát legalább kapott, és legalább ezzel még többen megismerték ezt a remek dalt. Meg az Arrow of Love is a középrésznek a irgalmatlan veretése miatt még esélyes lett volna. De hát kérdés nélkül Mind Reader nálam ennek a lemeznek a legjobbja. Aztán megyünk a 11. helyre, ahol Korter zeneművészettel lehet találkozni. Így van. Nagyon szeretem az Oceans of Slumber-t. És hát a Waters Rising. Az a dal, ahol még úgy nagyjából tudom követni, mi zajlik, mert utána már elmerülök abban, hogy bazd meg Korter zeneművészet, és egy konceptalbum, egy egybenlemez, az új korong, és elvisz. És a Water Risingig tudsz figyelni, utána meg elkezdesz utazni, és nem annyira figyelsz már a dalokra, csak arra fogsz figyelni, mikor lepörgött az album, hogy ez kurva jó. És igazából azért is a Water Rising nálam, mert ez, hát nagyjából ennek van úgy dal, konvenciós dal formája. Aha, igen. Meg kibaszott nagy refrénje van Keminek, úgyhogy ajánlatos az Oceans of Slumber mindenkinek, még majd esélyes, hogy fogok róla szépeket mondani. Esélyes. Nem biztos. Igen. 10. hely. Év elején, mikor kijött a Ghost Imperája, akkor sokkal magasabb pozícióba helyeztem volna az évvégi listán a Spillways dal, de hát ugye azért évvégi lista és nem márciusi. Igen. Vagy áprilisi, mert évvégéig sok minden történhet, hát így a 10. helyig csúszott le a Spillways, ami nálam a lemeznek torony magasan a legjobbja. Uh-huh. Pedig nagyon erős a felhozatal, tehát az első átkötőig ez nálam egy maxpontos lemez, mondom úgy, hogy nem szerettem Edwin Rostot. De valamit nagyon tud ez a pali. A Spillways meg igazából az, hogy olyan, tele van olyan témákkal, hogy mindegyik, bármelyik, bárhol elférnének, bármelyikből lehetne refrén, mindegyik slágerfaktor itt van fönn magasan, kimaxolva. Úgyhogy nagyon jó a Hunter's Moon is, Call Me Little Sunshine is jó, de nálam a Spillways volt erről a lemezről a mindent hívő dal. Igen. 9. hely. Remélem megvan mindenkinek a még zöldebb a szomszédnőjének a csónakázós jelenete, amikor a Walter Matthau énekli, hogy Maria, ó Maria, ó Maria, csónakázik a nádasba.
Na hát kb. A Future Palace énekes nővel én viszonyban vagyok, tehát imádom hallgatni, énekelni, meg egy olyan lemez után, mint a Rani Módába fogalma nem. Igen. Tehát olyan dalok vannak rajta, és 4-5 dal is lehetett volna itt, majd a kimaradókra, meg az, hogy miből válogattam, arra később majd kitérek így a vége előtt, de én a Nyitó Paradise-al szerepeltetném a Future Palace-t. De a záró dal kettős is esélyes lett volna, én a Loco-Loco-val, tehát hogy... De azt azért mondjuk el... Tele van slágerekkel ez az album. De azt azért mondjuk el, hogy volt egy olyan kis szabálymódosításunk, mert ugye ez a mi listánk, és bármit megtehetünk. Igen. Hogy attól még, hogy a dal maga az nem 2022-ben jött ki, de a lemez az 2022-es, tehát hogy így elfér. Nem ez az első ilyen, nem ez az utolsó ilyen is. Azért mondom, hogy érezzétek, hogy nehogy múltkor is volt olyan komoly, de az nem is idei dal, tehát hogy a lemez az idei. A lemez rajta van, igen, sőt elárulok egy titkot, nem árulok el, majd meglátjátok a végén, a legvégén, igen. Az az év számít, amelyikbe kijön. Hivatalos kijön rá. Tehát hogyha singlebe kijön egy évben, és lemezen kijön egy másik évben, akkor mind a kettő. Így. Olyan ez, mint a Grammy, hogy igen. Ha következő évben filmesíted meg, akkor még a következő évben is nyerheted. Követem már régóta, hogy mit eresszük-e. Eresszük-e? Na, itt van mindjárt egy olyan, aminél az előző témakör ismét aktualitást nyer. Ugyanis én tavaly is listára raktam a Moont, ha jól emlékszem, az Amorphis-tól. Holott tudtam, hogy a teljes Halo album majd csak idén fog kijönni, de úgy voltam vele, hogy nagyon reménykedem abban, hogy a The Moon-dal a leggyengébbek egyike lesz a Halo. Nos, nem lett igazam. A lemez király, de a The Moon az egyik kiemelkedő dal maradt. És igazából majd beszélünk arról, hogy a Halo albummal mi a helyzet. Esélyes lett volna még pár nóta egyébként itt is, mert szívesen hallgattam azt a lemezt, pokoli szívesen hallgattam, de a Moon-nál az, hogy ahogy a refrénnel játszik a Tommy Jutzen, hogy elsőre nem adja oda a dupla refrén, másodikra odaadja, és a végén megint nem adja oda. Kemény, elképesztő. Nagyon jó az Amorphis, és ez egy... Ennek az évnek is, meg a tavalyi évnek is a kiemelkedő dalai közé tartozik. Ami jó, az tavaly is jó volt, meg most is jó. Hát van ilyen, van ez. Így van. Ó! Arch, ennyire előre jött a izé? Hellstorm? Hát ezek szerint... Nem gondoltam volna. Pillanatnyi lista, tehát ezt azelőtt végül is tettem megint, mielőtt elindultam volna ide otthonról. Azt hittem még átírom majd, de végül nem. Mindegy. A Strange Girl dal lett a választott. Jó kis dal. Igazából itt lehetne a címadó is. Úgyhogy bármelyik itt lehetne. Ember közül a kettő közül. Bármelyik. Itt lehetne. Most a Strange Girl. Lehet, hogyha holnap kérdeztek meg, akkor a Back from the Dead vagy. Vagy a Wicked Days. Az nem. Nem. Az nem. Az én nem, azon nem. Is gondolkodtam nem, pedig. Nem rossz az se, de nálam, hogyha ilyen listára valót kell választani a lemezről, akkor csak ez a kettő jött a szóba. A Strange Girl, meg a címadó. Mm. De végül a Strange Girl lett a nyertes, a befutó. A fura lány. Igen. Nem az. Ja, nem az a lány, mindig engedjük el. Azt tényleg igen, engedjük. Igen? Most jön, igen, a Do or Die, az a felkiáltás, amitől én kifeküdtem. Oké, hogy szeretik a That's the Spirit lemezt, és ez az új Architects lemez is olyan lett, amilyennek ennek tükrében vártuk lényegében, de nálam a Tearguess, nem Teardrops, mert az... Igen. Az máshol van. A Freudi elszólás, igen. Tehát nálam ez a Tearguess dal, ez nagyon kiemelkedett erről a lemezről.
az a stördelt riff is az elején, az, az nagyon el lett kapva. Hát is Bring Me The Horizon, hát is fasz meg, Istenem, akkor mi van? Attól még a dal a geci jó, és majd apránként megszokjuk azt is, hogy, hogy ilyen az alkotás. Hogy ilyen az alkotás. Igen, és ha még írtak volna egy 6 darab ilyet a lemezre, akkor más lett volna a leányzó fekvése. Pedig te ezt nem is szerettük. Hát részedről gondolom. Ja persze, részemről igen. Tehát... Nálam továbbra is a lemez első fele az ilyen, mintha nem is lenne. Ez meg ugye kettes dal, tehát hogy ja. Igen. Ja, hát nálam, hogyha még írtak volna egy 3-4 ilyet, akkor, akkor valószínűleg semmi nem menti meg az új Archie lemezt az évvégi listán való szerepléstől. Elárulok egy titkot, most nem. Közelébe se járt az Istennek az Architects lemeze, ez a dal viszont mindenképpen megérdemli a kiemelést. Jó, legyen. Ötdik hely! Nem maradt hatás nélkül nálam a Memphis May Fire Maniac. Hát a Bleed Me Dry-dal az akkora geci, hogy nem tudtam más tenni, mint a megadni magamnak. Nagyon jó. Igen? Nem tehetek róla, Memphis May Fire, Bleed Me Dry, nehéz szó, mint az utalágazódás. Nálam az ötödik helyre volt jó. A lemez maga is pokoli erős lett, nem vitatom. Főleg, hogy tegnap meghallgattattam vele még egyszer, így ráébredt, hogy... Egyébként, ha jól rémlik, akkor annak kapcsán került be a listába a Bleed Me Dry, mert így amikor ezt ott így nézegettem a dalokat, akkor így túlpörgettem rajta. Nem kis jó biztos. És... tudja. Igen. És ültünk tegnap a kocsiba, mentünk ügybe. Pestre. Maradjunk Pestre, annyira, mentünk ügyben, Pestre, igen. És majd meglátjátok. Ügybe. És szembe jött ez a Bleed Me Dry. Nehéz szó. Szembe jött ez a Bleed Me Dry nóta, és így ültem, és... A kurva anyját, mi a fasz ez? Jézus van! És így... Erről szerintem igazából ennyit így elég. Meg majd te úgyis kiszoktad valami, és így ezt is. Gondolod? Hát én azt gondolom, hogy... Nem biztos, hogy ezt a dal, de... Valamit szokkodok majd. Igen. Ó, igen. És megérkezünk oda, ahol az I Prevail is van. Tehát az albumkezdés a There's Fear in Letting Go-val, meg a Body Bag-gel, az nálam, nem mondom, hogy mindent vitt idén, de a legerősebbek közé sorolható. Végül én a nyitó dalt választottam, ja meg mondjuk az intrót is engedjük el. Az nem intró, az... A világ legfölöslegesebb intrói közé való. 40 másodperc kecsegtetés. Igen, és aztán jön a pali, és bekúr egy ekkora refrén. Igen. És így, kérem, tekerem vissza. Mi van? Tekerem vissza megint. Ez ment, nem tudok mit csinálni. Még mindig jó. Igen. Igen, és hogyha tovább tudok menni egyszer, akkor ott a Body Bag-nek go! Jó, de azért minden ott van. A Brian Brooks-nek kurva jó hangja van, tehát... Igen. És amikor még az Eric Fendzüvege mellé megy, akkor aztán meg végképp... Ja. Eric Fairbairn. Nem tudom, hogy mi engedjük el. Na igen. Engedjük el, megyünk tovább. Dobogó van! De előtte még elmondod a izé? Előtte még futottak elmondom, még? Hogy futottak még egy, igen. Hú, atya úristen, bazd meg! Nagyon szívesen tettem volna föl dalt a Porcupine Tree-ről, de onnan nem tudtam egyet választani. Esélyes volt még a Soilwork-tól a Golgátán, végül lemaradt. Esélyes volt még valamelyik Bleed From Within-dal. A Levitét és a Temple of Lunacy kettőse közül gondolkodtam. Aztán itt van, ami a Crowbar-tól az It's Always Worth the Gain, ami igazából most már lehet, hogy föltenném. Tehát ilyen plusz kettőként tegyük oda azt is. Ugye itt a Future Palace-ek, a Dead Inside, a Loco Loco, meg a Fever volt még kalapban. A Loco Loco-ról nekem a Nova Prospect végül végbelünk a lagunkban a refrénből.
Ezt most meg kell hallgatnom, mert nincs majd a meg, majd megmutatom a videók. Vagy a videók után. Igen. Aztán... ha Ventiddal pakoltam volna föl, most már kim van a Ventid lemez, most már tudjátok, hogy mitől dobtuk szét az agyunkat, akkor a Vigil dal lett volna a kiválasztott, és hogyha pakoltam volna föl a Three Days Grace dalt, akkor ugyancsak két esélyes lett volna, az I Am The Weapon meg a No Tomorrow. Nem tudtam eldönteni, hogy melyik a jobb a kettő közül, úgyhogy kéz a kézbe maradtak le. Szép. El van, úgyhogy megyünk a topokra. Top 3! Top 3-re megyünk. Ha már itt benne voltam, óha. Igen. Ha már itt benne voltam az orosz akcentusban. Ha benne voltál az orosz akcentusban, akkor egy amerikai zenekar következik. Igen. Igen, tehát hogy mondjam, már-már az értelmezhetetlenség határát súrolta. Amit idén a paparocs letett az asztalra, tehát ez a nagyon-nagyon poppi vonal, ez nekem annyira nem. Szénégető Ricsi most iratkozik le tőlünk viszontjárkerővel. Maradj még Ricsi, mert maradj még, mert elmondom, hogy nekem a Liar lett. Itt az elején már csak olyan dalok vannak, amikre fürdés után seggetveztem a szobám magányában, úgyhogy nem egyszer, nem kétszer. Igen. Tehát a Liar dal volt az, nagyon sokáig az első volt, talán idén az első ilyen föcske, ami ezt kiváltotta belőlem. Mert ez is pop, persze, csak meg fejhang is van benne, meg... De nem tudom megmagyarázni, miért tetszik ennyire, bassza meg. Ne kelljen már mindent tudományosan bizonyítani. Tetszik, az kész, faszom. Működik, kurva, az jó. Kurva nagy ez a dal. Ennyi. Lapozzunk a kettesre, most fogsz meglepődni. Hújúj! Erről van szó, gyerekek! Hát erről igen, van szó! Igen, amikor először meghallottam a Wolves at the Gate lemezt, és azon belül főleg a Deadweight dalt, mert az kijött előzőleg, akkor padíztam. Mm-hmm. Nem tudom, ez tavaly fenn volt? Szerintem nem. Nem volt fenn tavaly, igaz? De most fenn van. Most fenn van. Mert ez... Majdnem fönn van. Ez a dal már az a kategória, hogy már ahogy kezdődik, hallod, hogy itt valami különleges fog következni. Így. És tényleg különleges is következik. Igen. És jó, mi volt a másik, várjál, ami még... Shadows. A Shadows volt a másik, uh-huh. Ami ott a kezdő oda volt írva? Persze. Az. Oda van írva! Hol van, honnan látod? Ja tényleg ott van, a Shadows volt a másik, ami még... Jó, főtekerem a faszom, mert úgyis tudod. Nem lettem volna meglepődve. Igen. Itt megint egy olyan nóta, tudjuk, hogy tavaly jött ki, szét is szopkodtuk az EP-t, tavaly beelőzték, idén már nincs az az Isten. Tehát idén még a Spotify szerint is ezt hallgattam legtöbbet, a Machine Head lemezzáró dalát, Arrows in Words from the Sky címre hallgat. Nem lehetett idén kérdés, hogy ez lesz a legerősebb, mert onnantól, hogy kijött a Machine Head lemez, én nagyon-nagyon sokáig nem hallgattam mást konkrétan, ki akartam ismerni a sztorit meg mindent, és sokadjára is ledöbbentem azon, hogy hogy képes ekkorát, ennyi dallammal dalt írni, igen, a Rob Flynn 2, hogy mit vokálozik magasan Jared McKeacher alá, 3, hogy egy ilyen reményhimnuszt, bazd meg, egy mesélyhet képes megírni. Le a kalappal. Ez a dal tavaly óta nem változott semmit, még mindig 150 ezer pont, 10-es skálán, és most nem jött egy kint címadó, hogy letaszítsa. Idén semmi nem tudta letaszítani. Elképesztő. Borzasztóan örülök annak, hogy az egyik legkedvencebb zenekarom egy ilyen erős visszatérést produkált. És ide jönnék a Machine Head kibeszélőről készített videó címével, zenélni kell, nem pofázni. Robi bácsi, nagyon kívánom, hogy tartsd meg ezt a jó szokásat, hogy jó zenéket írjál, és ne beszéljél fasságot, nem áll jól neked. Írjál jó zenéket, az áll kurva jó neked. Egy No Good Slow Master, ugyanígy listá... Gondolkodtam azon, hogy listára teszem azt is,
Igen. De mondom, ne legyen olyan, hogy kettővel szerepel egy zenekar, meg hát, akkor, meg hát ugye az olyan csúszott volna le róla, ami megérdemli, hogy rajta legyen, mert igen. Igazából nem volt jó a Lamb of God lemez, meg a Megadeth lemez se, de ezek a dalok mégis kiemelkednek róla, persze. És fontos megemlékezni róla, hogy volt rajta kiemelkedő is. Ja. A Messiheden nem volt. A Messiheden egy-egybe kiemelkedő volt, úgyhogy igazából ezt a dalt is csak azért tudtam kiemelni, mert már az LP is szívcsücsök volt. És csücsök. És ez a dal is. Hogy a lemez az-e? Az erre majd pár nap múlva visszatérünk. Az majd kiderül, így van. Igen, elfogytam. Elfogytál. Srácok, ennyik voltunk gyorsan. Gyorsan. Gyorsan, hogy nektek is legyen időtök másra. Gyorsan, úgy, köszönjük, hogy behúzott. Srácok, írjátok meg a listáitokat, azt tele közelebb találkozunk. Írjátok hozzá, listázzál. Sziasztok. Ciao.